Lehet izomból is fogyás, nekünk nem az kell. Zsírt akarunk égetni. Fizik update, srácok. Szerinted Géza le tud fogyni Norbival? Hát üdvözlök mindenkit, itt is lennék újból, srácok. Mint tudjátok, ugye elindult a 21 napos kihívás július 1-én, ma van július 3-a. Hát elég sokan jelentkeztetek, hál' Istennek. Tényleg több száz jelentkező van, aminek nagyon örülök, úgyhogy le is zárnánk ezzel a jelentkezést, mármint nem ezzel a videóval, ugye kiírtam Instagramon, hogy lezárom a jelentkezést, már nem lehet erre jelentkezni. Lesz még ilyen 21 napos kihívás, viszont valószínűleg majd nyár végén, illetve karácsony végén is lesz egy, de akkor nem szálkásítással kapcsolatos, hanem vastagítással kapcsolatos lesz. Na most, srácok, most, hogy ezt átbeszéltük, mindenki, aki jelentkezett a 21 napos kihívásra, megkapta a programját, amit el is kezdett. Aki szeretne még szálkásítani, aki lekésett a kihívásról, de szeretne szálkásítani, nyugodtan dobjon egy e-mailt az aramtarik96@gmail.com-ra, és segítek a fogyásban, szálkásításban. Lábam szarul van, de büszkén. Erről videót holnap láthattok, holnap délután 5-kor. Szokás szerint, úgyhogy most erről nem is nagyon pofáznék. Na srácok, hát egy ilyen vlogos videónk lesz a mai, nem lesz túl hosszú, de úgy voltam bele, hogy ma is csinálok egy videót nektek. Mert miért ne csinálok egy videót ma is? Na, kiírom gyorsan Instagramra, hogy kérdezz feleket csapatunk, kérdezhettek, felelhettek. Na, Instagram, ki a... na, jó. Hogy is kell ezt csapatni, srácok? Kérdezz valamit? Hol van? Question. Kérdezz. És felelek. Ez elég hülyén hangzik, kérdezz és felelek, legyen akkor kérdezz és megválaszolom. Addig, amíg... amíg... jó. Király. Jó. Jó. Na hát, nincs kifogás, edzeni kell. Kérdezz és megválaszolom. Jó. Amíg ez az egész megy, amíg megmutatom, mit fogok kajálni, srácok, ilyen diétás cucc. Kérem szépen padlizsán, töltött padlizsánt csináltunk. Darált hússal van töltve, és párolt rizssel fogom csapatni. Hát olyan súlytartás... záródjál van be, tesó! Súlytartásban vagyok, úgyhogy se nem vastagítás, se nem szálkásítás. Amikor nem nagyon tudok edzeni, akkor azért nem szálkásítok tovább, mert mint tudjuk, fogyni a hülye is tud, és én nem fogyni akarok, hanem zsírt égetni, és a kettő nem ugyanaz, mert fogyni lehet vízből is, és lehet izomból is. Nekünk nem az kell, hanem zsírt akarunk égetni. Na, elég a pofázásból. Nézzük meg, mi van a hűtőbe. Ez nem a mi van a táskámban videó, hanem mi van a hűtőbe videó. Párolt rizs. Elmondom, mit hogy kell csinálni, srácok. Most nem fogok erről külön videót csinálni. Hogyha nagyon akarjátok, akkor majd megcsinálom külön ezt egy videóban. De ez ilyen padlizsán lesz, hogy most fogok enni. Elég guszta. És ez durván egy adag egy ilyen 450 kalória. Plusz-minusz 50 kalória. Megmutatom, hogy mi a pálya. Ki lesz mérve, 150 g párolt rizst fogok kimérni. Ha megtalálom a konyhai mérlegemet. Mindegy. Tehát rizs lesz, és padlizsán lesz. Hát, aki a zöldséget nem szereti, azért meg tudja oldani. Nekem igazából nincsen vele bajom, de... hát annyira nagyon én sem szeretem a zöldséget, diétálnál azért hozzá vagyok szokva.
Na de, miből áll ez a cucc? Nézzük meg. Azt mondja, hogy tehát ez egy padlizsán, kérem szépen. Hozunk egy kanalat hozzá, egy szerű kanalat. Remélem nem mondjátok ezt a vlogot túlságosan, hogyha igen, akkor írjátok le a komment szekcióba, és több ilyet nem csinálok. Na, hát mert séfálám, akarsz valamit alkotni a mai nap, de legyen egy fehér tányérom, mert fehér tányérom jól néz ki. Mert hát a tálalás sem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan tálaljuk. Tehát padlizsánunk így néz ki. Ez igazából egy fél padlizsán. Van darált hús, bolonyai szósszal van elkészítve, és egy ilyen 25 g reszelt trapista sajt van rajta. Hát, hogyha ketogén diétáztok, ez így belefér. Csak a padlizsán, sajt rajta és a darált hús. Ha viszont nem ketogén diétáztok, csak szálkásítottok, akkor belefér ugyanígy ez. Minimális rizssel, mondjuk egy ilyen 100-150 g páróval, ez nyilvánvalóan testsúly függő. Én most 150 g-ot fogok hozzá enni, és igazából ennyi. Vastagításnál lehet kettő ilyen padlizsán is, esetleg több rizssel, tartálymányítással, de most nem vastagítunk. Na, oké. Okay. Szóval, jöhet a rizs. Rizsbácsi jön. Hát gyerekek, ez nem egy update kaja, de higgyétek el, hogy a szálkásításhoz nem feltétlen kell update kaja, vagy zsírégető kaja, vagy nem tudom, apám kaja, a tápkieg. Bármivel tudtok szálkásítani, hogyha a makro arányok megegyeznek, ha jók a makro arányok, szénhidrát, fehér zsír, akkor tudtok fogyni. Higgyétek el. És nagyon fontos, hogy most egy villával fogom nektek elmondani, úgyhogy vigyázzatok, hogy ne a fogyásra fókuszáljatok, mert a fogyás az lehet izomból is fogyás, nekünk nem az kell. Zsírt akarunk égetni. Úgyhogy, ja. Nem azt számít, hogy mit mutat a mérleg, hanem az, hogy hogy érzitek magatokat, milyen az erős szintetek a konditerembe, és mit mutat a tükör. Ennyi. Úgyhogy, csapassuk rá a rist. Na, szóval, átkészítjük ide. Hát egy ilyen 150 g rizs az elég is lesz. Kis kupi van itt amúgy a konyhában, amiért elnézést kérek. Szóval, ezt még külön kifejteném, hogy miből mennyit csináltam. De itt a rizsünk. Ez egy... Oké, hát kicsit kiment, de nem baj. Jó. Amíg a mikróban van a drágánk, addig fizikápdés, srácok. Na. Hát azért nem olyan szarna, azt kell mondjam. Nem olyan szar a helyzet. Hú, jó, nézzük meg, hogy mi a helyzet Instagramon. Vannak-e már kérdések, amíg a mikró nem szól, hogy készen van a kaja? Király, tehát készen van a kaja. Jó, 90 követtek, király. Azt mondja, hogy... Na, van egy pár. Hogy van a lábad? Köszönöm szépen, a lábam az jól van. Nagyon is. Aztán, növényi fehérje a jobb, vagy a tejfehérje szerinted? Szerintem, ha a laktóz érzékén vagy, akkor mehet a növényi fehérje. Jó mind a kettő, igazából. Aztán van egy kérdőjelünk, az nem tudom miért. Mikor elkezdték edzeni, hányszor jártál egy héten, illetve milyen edzéseket csináltál? Én annó felosztottam a testet 5 részre. Külön mell, külön kar, külön hát, külön váll, külön láb, néha még külön has is volt, és hát heti 5-ször jártam, 4-5-ször, és durván 2,5-3 órás edzéseim voltak, kicsikét túledzettem magam. Ennyi. Kajámat kiveszem most. Na, ez jó. Köszönjük ezzel rá az asztalhoz, aztán folytatjuk. Na srácok, hát itt is lennénk, az egész adagban van egy fél kiló rizs.
kifőzve. Azt mondja, hogy 4 darab paradicsánt vágtunk ketté, és ugye abból lett 8 fél paradicsán. Összesen fél kiló húst töltöttünk bele, fél kiló sertés húst. Ez egy ilyen 7%-os darált sertés volt, és minden egyes paradicsán tetejére reszeltünk 25 g trapista sajtot. Na most annyit kell még tudni, hogy ezt ilyen bolonyai szózosan csináltuk meg, tehát darált húst elkészíted úgy, mint hogyha bolonyai spagettit csinálnál, és igazából egy ilyen bolonyai spagettis szószos húst töltesz a fél paradicsánba. Rá a sajt, mellé a rizs. Hetek mellé valami zöldséget is. Én most nem kérem. Na de, most, hogy ezt megbeszéltük, haladjunk közbe a Q&A-ken végig. Mit javasolsz, ha neki akarok kezdeni edzésnek otthon? Nézd meg a otthoni edzős videóimat, és azok közül válogass. Most már van elég sokféle, elég sok mindent csináltam. Van ilyen hasedzés, feldehasizom, karedzés, melledzés, válledzés. Még lesz egy hátedzés jövő héten, vagy utáni héten, aztán pedig lábedzésünk is lesz. Úgyhogy, heti 3-szor elég edzenet kezdőként amúgy. Ennyivel ennyi. Ezt. Nem odafigyelt étrenddel is lehet eredményeket elérni? Nem. Lehet, hogy minimális fejlődést fogsz elérni, de elég hamar el fog jutni, vagy el fogsz jutni arra a szintre, hogy nem tudsz tovább fejlődni se erőszintileg, se kinézetre, se izomtömegileg, mert az étrend az alapja mindennek. Ha összesen 6-8 kg-ot akarok ledobni, szeptemberig a napi 800 kalóriás deficit ideális? Igen, ideális. Bőven. Még az 500 is ideális lenne. Aztán Biro Krisztián, egy legjobb láb gyakorlatok. Én azt mondom nektek, hogy mindig az alap gyakorlatok a legjobbak. Googleás, mondjuk merevlábas felhúzás. Ezt a kettőt mondanám. Meg mondjuk láptolás. Hány százalék testzsírtól érdemes elkezdeni szálkásítani? 15% felett. Most kajáljunk egy kicsit. Ezelőtti héten, amikor palacsintát reggeliztem, nem esett jól. Egyáltalán nem esett jól. Hozzá vagyok szokva a tojásomhoz. Omlett rántott a tükörtojás, főtojás. Évek óta azt teszem reggelire. És most tésztát enni reggelire, palacsintát, édes tésztát, édességgel kezdeni a napot. Hát, ha hiszitek, hanem nem volt jó. Csak szimplán nem volt jó. Nem tudom, hogy vagytok vele, de inkább ebédre ettem volna, de sietni kellett a videóba. Ha még egy párat felolvasok a Q&A-ből, az Insta kérdésekből. Hát holnap találkozunk igazából, úgyhogy nem para. Nem para, srácok. Mennyire fontos a BCL szedése a fejlődéshez? Abszolút nem. Nem fontos. Ennyi. Ha az étkezésed helyén van, étrend helyén van, edzésterved helyén van, és hogy BCL-t szedsz-e vagy nem, az már nagyon minimális. Ezek a tápkiegek, amit rátesznek, az szerintem ez egy ilyen 3-4-5%. De az eredmény többsége mindig az étkezésen és az edzésen múlik, úgyhogy ennyivel ennyi. Hány éves kortól ajánlod a fehérjeporok használatát? Nézd, igazából nincsen velük baj, akár 12 éves korban is mehet, bár azt tapasztaltam, hogy 16 év alatt, 15 év alatt, hogyha a gyerek mondjuk tőlem vesz egy étrendet, akkor a szülő azt kéri, hogy fehérjepor nélkül írja meg, és ezzel semmi gond nincs, meg tudom élni fehérjepor nélkül is, úgyhogy hogy mennyire ajánlom? Mehet. Ajánlom. Most, hogy mennyire kell szedni? Mennyire muszáj? Egyáltalán nem. Na és hogy van a vádlit bajnok? Egyre jobban, köszönöm szépen. Magasságot, súlyod, kedvenc tápkiéget. 1,79, 1,78 centi magas vagyok. Inkább mondanám azt, hogy 1,78 alacsony vagyok. Súlyom az 88 kiló. Kedvenc tápkiégem. Figyelj csak, kedvenc tápkiégem. Hát, hogyha ízről beszélünk, akkor
fehérje szeleteket nagyon szeretem, úgyhogy ha lenne egy tápkiege, amit forgalmaznék, valószínűleg a fehérje szelet lenne. Aztán jobban vagy, Ádám? Igen, köszönöm szépen, és amúgy hogy mennek az edzések? Mentek már jobban is, de nem panaszkodok. Gyors fogyáshoz mit javasolsz? Kevés kalória plusz sok edzés? Hát nem. Van egy szint, ami után már túl sok az edzés, és túl kevés a kalória, és izom fog leépülni, nem zsír fog égni, úgyhogy ezt személyre kell szabni. Az tényleg igaz, hogy 100 forintért mentél volna a Gézához, mivel ő azt állítja? Egyértelmű nem. Szerinted, hogyha az étrendet ingyen kapta, meg az edzéstelet ingyen kapta, akkor tényleg 100 forintért ajánlottam volna fel neki azt, hogy lemegyek hozzá. Most ezt komolyan gondoljátok ezt. Aki elhiszi, azzal nem tudok mit kezdeni, szerintem vicc az egész. Ami történt, az az egész vicc, de ebbe inkább ne is menjünk bele, mert ez egy lezárt téma. Oké. Milyen edzés előtti készítményt használsz? Semmit. Kávét iszok edzés előtt is, ennyivel ennyi. Ugyanis az elmúlt pár évben a sok edzés előtti miatt amolyan koffein érzékenységem lett, úgyhogy ami azt jelenti, hogy ha innék egy energizálót, szétrobbanna a szívem kb. Úgyhogy egy lightos kávét iszok és ennyivel ennyi. Kedvenc izomrészed? Hátvál. Lábad várhatóan mikorra fog meggyógyulni? Még egy 1-1,5-2 hét. Hány éves vagy? 24. Nem kérdés, de elég motiváló, hogy sérülten is edzel. Köszönöm szépen. Igyekszek az embereket inspirálni. Szerinted Géza le tud fogyni Norbival? Hát ez egy jó kérdés. Nézzétek, szerintem fog tudni fogyni, igen. Hogy meddig fog tudni lefogyni, az már Gézán múlik. Úgyhogy ezt majd idővel meg fogjuk látni, hogy hogy alakul, hogy fogy. Ti mit gondoltok? Én azt mondom nektek, hogy fontos az, hogy az embereknek milyen a hozzáállása, a mentalitása, hogy áll hozzá Géza a fogyáshoz, és ez nem feltétlenül Norbin múlik. Tehát hiába viszi az update termékeit le, nem fog segíteni. Ami viszont fog segíteni, hogyha fejből összeszedi magát a Géza, és tényleg úgy áll hozzá, hogy igenis megcsinálja, és persze lehetséges lefogyni mindenféle tápkiég nélkül, mindenféle hiper-szuper turbodiétás por nélkül is, és update termékek nélkül is. Ez az én őszinte véleményem, hogy le fog tudni elfogyni? Le fog tudni fogyni, hogyha összeszedi magát fejbe. Következő biceps, nem tudom mi, hová jársz edzeni, aki Miskolci ezt tudja. Bekedvelnéd a képemet, léci? Nem. Edzés közben két sorozat között átlagosan mennyit szoktál pihenni? Fél perc és egy perc között. Csátari Ádám, lehet fogyni 13 évesen? Nem. Hogy van a lábad, mester? Köszönöm, jól. Nyáron tömegelni jó. Jó, hogyha nem túl nagy a testzsír százalékod. Néződ, mennyire vannak rád hatással? Hát milyen téren? Azért próbálok olyan videókat csinálni, meg olyan témákat választani, amiket kérnek. Úgyhogy mennyire vannak ők rám hatással. Hát fontosak az én nézőim, akik engem néznek, azok számomra fontosak. Én őket fontosnak tartom, és igyekszek olyan videókat csinálni, amilyet ők szeretnének. Csá, Jeff Seed Natural? Jó kérdés, a mai napig nehéz eldönteni. Én inkább mondanám azt, hogy nem, vagy ha mégis, akkor egy kibaszott jó genetikáról beszélünk. Hogy van a lábad? Köszönöm, jól. Mi a kedvenc ételed? Turmos tészta. Fáj a bal első vállam, már pár hónapja, valami tipp a gyógyuláshoz. Hát ezt pihentetned kell, mert ez elég sok minden lehet, úgyhogy én azt mondom neked, hogy pihentesd és ne a súlyt nézd. És helyre fog jönni egy pár héten belül. Mézus, minden rendben. Hány éves vagy? 24, ezen elgondolkodtam. És hát barátnőm, szeretsz? Igen, drágám, imádlak. Úgyhogy ennyit mára, köszönöm szépen a figyelmet. Akinek tetszett ez a videó, és hát informatív volt, és szórakoztató egyben, az csapasson rá egy lájkot, ossza meg és kommenteljen. És aki szeretne fogyni, szákásodni, formásodni, izomtömeget növelni, az tudja, mit kell tenni. Látogasson el a weboldalamra, ami az aramteriprofizik.hu.
vagy küldjön e-mailt aramtari96@gmail.com-ra. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, és holnap jövök a harmadik részével a Mi lett a Vádlin Majd című videósorozattal. Aki nem tette meg iratkozni fel még több hasonló videóért, Tari Ádám voltam. Peace!